A bitcoin árfolyama kedden már a 48 ezer dollárt is meghaladta a tőzsdéken a Tesla hétfői bejelentése után. Az elektromos meghajtású autókat gyártó amerikai cég hétfőn azt tette közzé, hogy másfél milliárd dollárt fordított bitcoin vásárlásra, amivel 44 ezer dollár feletti rekordra emelte a kriptodeviza árfolyamát. A Berkeley Egyetem gazdasági professzora Richard Lyons szerint a trend visszafordíthatatlan, és nem csak a bitcoint, de a többi kriptovalutát is egyre inkább használni fogják kereskedelmi tranzakciók során a következő 5 évben. Viszont a bitcoin árfolyam változásai, az állandó ingadozása nem kérdésesek, ezért az én személyes tanácsom az egyéni befektetőknek az, ha a nyugdíj előtt akarékosságra vagy valami más komoly befektetésre gondolnak, ne a bitcoint válasszák, mondja a professzor. Sokan úgy vélekednek, a bitcoin főként azoknak jó, akik nem bíznak a bankrendszerben. Bűnözők például így mossák tisztára a pénzüket, illetve leginkább értékmegőrzésre szolgál. Ez arról szól, hogy a kormányod nem értékelheti le a vagyonodat, a dollárod, a jened, a juánod, a fontod, nem inflálódhat és nem érhet kevesebbet. Ez a kriptovaluta értéke, mondja a Toroszó Investments befektetési tanácsadó cégtárs alapítója. A kriptovalutával történő kereskedés Kínában is terjed. A kínai kormány több mint másfél millió dollárnak megfelelő 10 millió yuan értékben bocsát ki kriptovalutát, amellyel az állampolgárok a csütörtökön kezdődő holdújév ünnep idején vásárolhatnak.